két teljesen külön világról beszélhetünk, vagy hát révén, hogy a köztársasági elnöki poszt mégiscsak a nemzet egységét testesíti meg, beszélhetünk talán közös pontokról? Teljes mértékben két különböző világkép, világlátás és alapállás. Most megjelent kommentár folyóiratban Békés Márton, a 21. század intézet igazgatója ezt úgy írja le, hogy van egy belülről vezérelt ország, ami egy nagyon erős társadalmi beágyazottsággal bír, egy történelmi blokk van mögötte, tehát megvan a Fidesz-KDNP mögött a társadalmi támogatottság arra, hogy korszakot építsen. Ezzel szemben az ellenzék kívülről vezérelt, így is nevezi Békés Márton, kívülről vezérelt ellenzékről van szó, és szerintem ebből mindent ki tudunk bontani. Értjük, ebből érthetjük meg azt, hogy mit miért csinálnak, és miért, és mi a véleményük a világról, és egyes politikai intézkedésekről. Ezt láthattuk egyébként tegnap is. Az még talán érdekes volt, bár nyilvánvalóan ebből eredően számíthattunk rá, hogy még Novák Katalin az odafordulásról beszélt, a békéről beszélt, ami abban az esetben, hogy egy nőről van szó, mindenképpen fontos, hisz a béke, mint női principium, a politikában mindenképpen kiemelkedő, és maga ez a helyzet is, hogy Magyarország közjogi méltósága egy nő, az mindenképpen történelmi esemény. Ezzel szemben Róna Péter részéről politikai üzeneteket hallottunk, aktuál politikai kampányá minősítette le ezt az egész ünnepi eseményt. Mondhatni azt is, hogy nekik ez is volt a céljuk. Ezért is mondom, hogy két külön világlátás van, egy kívülről vezérelt ellenzék van, ami egy ilyen demokratikus ünnepet, mint a köztársasági elnök megválasztása, ezt is bizonyos üzenetek, aktuál politikai küzdelmekre használ fel. Sőt, tovább megyek, maga az ellenzék használta ki Róna Pétert, és maga az ellenzék használta fel Róna Pétert arra, hogy kampányüzeneteket mondjon el ebbe a 15 percbe, ami számukra jutott. Ugyanakkor az, hogy egy kis szelet, vagy egy kis villanásnyi idő, de mégiscsak sokat mondó részlet, hogy az, hogy nem tapsolják meg Novák Katalin beszédét, míg a kormány oda lesz megtette az ellenzéki jelölt felszólalásánál, kampányüzemmód ide vagy oda. Azt én nem tudom, vagy az, hogy kivonulnak a beiktatáskor, azt én nem tudom se külső irányítottsággal magyarázni, se valamilyen, hát a kampányidőszak révén valamilyen politikai haszonnal való kacérkodásnak. Tehát mit remélnek egy ilyen lépéstől, egy ilyen gesztustól? Valóban igaz az, hogy ez a szerintem egyébként méltatlan gesztus, nevezhetjük így is, az mindenképpen túlmutat azon a szembenálláson és azon a két világképen, amit látunk. Ez egy általános emberi viselkedés, egy hozzáállás a különböző nemzeti ünnephez, a különböző eseményekhez. Mindenképpen használnám ezt a szót, a köztársasági elnök megválasztása, ha valaki nézte egyébként, ezt át is élte, az mindenképpen egy ünnepi esemény. A történelmi zászlók bevonultak, eskütétel volt, himnuszt énekeltek a képviselők, és egy ilyen helyzetben valóban visszás az, hogy az ellenzéki képviselők már nem vettek részt az ünnepi beiktatáson, nem vettek részt az eskütételen. Valóban negatív üzenet, tehát én nem hiszem, hogy ezzel egy olyan politikai haszonszerzést tudtak volna eszközölni, amit mondjuk reméltek tőle. Ha valaki összehasonlítja a két oldal viselkedését, azt az attitűdöt, amit ezen a napon, ezen az ünnepnapon mutattak, akkor óhatatlanul az állampolgár érzi azt, hogy ez valahol ünneprontás. És az ünneprontás az nem jó üzenet. Tehát én azt hiszem, hogy van egy olyan kommunikációs börtön, egy politikai zárvány, amiben bele irányította magát az ellenzék. Ez pedig az, hogy nem tudnak semmi pozitív dolgot mondani, pusztán annyit, hogy Orbán vagy ne Orbán. És hát ezt mondta Gyurcsány Ferenc is egyébként az évértékelő beszédében. Ebből pedig nehéz kijönni, és hát úgy tűnik, hogy nem is akarnak kijönni. Én ennek tudom be azt, hogy most is így módon viselkedtek. Hát egy pozitív üzenetet akkor hadd említsek. Nemzeti megbékélést szorgalmazott a jelölti beszédében Róna Péter. A rendszerváltozás óta ön szerint mennyire múlt a kormány oldalon a nemzeti megbékélés ügye, vagy elérése?
Hát ez mindenkori kormánynak nyilvánvalóan felelőssége, hogyha a mostani kormányzatot nézzük, akkor azért mégiscsak látszik az, hogy olyan kérdéseket felvállaltak, amiben nem kellene, hogy politikai vita legyen egy magabíró országban. A család támogatás, a rezsicsökkentés, a magyar kultúra védése és építése, az adócsökkentés, és így tovább sorolhatnánk azokat a témákat, amelyek szerintem politikai vitákon felül kellene, hogy álljanak. És egyébként, ha a választópolgárokat kérdezzük, és a közvéleménykutatások is ezt mutatják, akkor valóban egyöntetű a vélemény, vagy legalábbis jóval túl a nagy többségen, tehát 80-90%-os támogatottsága van ezeknek a politikai vagy társadalompolitikai döntéseknek és céloknak. Az pedig, hogy mennyire van most béke vagy megbékélés, hát nyilvánvalóan egy választási helyzetben vagyunk, egy kampányüzemmódban dolgoznak a pártok. Ilyenkor azért azt elvárni, hogy társadalmi béke legyen, vagy politikai béke legyen, szerintem nem működik. Tehát ilyenkor ez a helyzet. Viszont az, hogy az ellenzék úgy kampányol, hogy akár a kétharmados törvényeket is megváltoztatnák ígéretük szerint egyszerű többséggel, akár az alkotmányt is lebontanák egyszerű többséggel, akár a különböző jogbiztonságot is megszüntetnék azzal, hogy embereket üldöznének az, amiatt, amit az elmúlt időszakban, vagy amilyen politikai álláspontot képviseltek az elmúlt időszakban. Ugye itt emlékezhetünk Gyurcsány Ferencnek a elhíresült szavaira, hogy földön futóvá teszi azokat a művészeket, akik konzervatív keresztény értékrendet képviselnek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az ellenzék kerékkötője ennek a békének. Tehát lehetne másképp is csinálni ezt a kampányt, lehetne kevésbé méltatlanul is kampányolni. Ami a demokratikus berendezkedésű jogállamokra, majd szerették ezt a kifejezést használni az ellenzéki oldalon, nem igazán jellemző, az például az, hogy a független választási bizottságokat egy kicsit felhigítják, már pedig az több ellenzéki vezetésű önkormányzatról is ilyen hírek érkeznek. Hát a leginkább a tűz közeléből induljunk ki, Hódmezővásárhelye mekkora botrányt okozott az, hogy köztiszteletben álló, valóban független választás, a munkáját nagyon precízen végző választási bizottsági tagokat hívtak vissza, és saját baloldali pártaktivistákat ültettek be az április 3-i választásért helyi szinten felelős választási bizottság soraiba. Olyannyira nagy port kavart ez az ügy, hogy a helyi jegyző bele is bukott, és hát ilyen hírek érkeznek számos városból, Pécsről, legutóbb Balatonalmádiból, ahol a helyi jegyző állítólag ezt az ügyet egészen hát komoly szinten menedzseli. Mennyire kell tartani ettől a folyamattól? Tehát, hogy az ellenzéki vezetési önkormányzatokban egy kicsit összekavarják a lapokat, és hát a hírek szerint, a jelek szerint egyre kevésbé lesznek függetlenek ezek a bizottságok. Legalábbis ellenzéki többség látszik. Én értem az aggodalmat, és jogosnak is tartom az aggodalmat. A törvény úgy rendelkezik, hogy a választási bizottságban részt vehetnek a pártok, és részt vehetnek civil jelöltek is. Ezen kívül pedig az önkormányzat ültet be tagokat. Itt ugye arról van szó, hogy ellenzéki városokban olyan tagokat próbál az önkormányzat beültetni, tehát nem a pártok, hanem az önkormányzat, akik pártemberek, akik pártaktivisták, akik ellenzéki pártoknak a tagjai. Ez mindenképpen visszaélés a joggal, visszaélés a törvényességgel. És valóban hát aggódni lehet és kell is emiatt, azért jól látjuk azt, hogy a Hódmezővásárhely jegyzője ebbe belebukott. A jegyzőről annyit azért megjegyeznék, mint pozícióról, hogy a jegyzőnek a dolga a törvényesség felügyelete, és a törvényességnek betartása és betartatása. Tehát itt azért, amikor arról beszélünk, hogy jogállamiság és demokrácia, jogkövetés, jogkövető magatartás, akkor azért azt látni kell, hogy az ellenzék miközben folyamatos gyanúsításokkal él, és arról beszél, hogy a kormány elcsalni készül a választásokat, akkor azért érdemes ezekről az ügyekről hosszan, mélyen
értekezni és megoldást kínálni rá. Egyetlen megoldás van ezekre, méghozzá az, hogy a jobb oldal ugyanannyi, hanem több bizottsági tagot próbál beültetni ezekbe a választókörzetekbe. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy kampányüzemmód van, amikor arról beszélünk, hogy a pártok kampányolnak, és vannak aktivisták, akik szívük lelküket kiteszik egy-egy politikai közösségért, akkor ebbe beletartozik, és bele is kell tartozni az, hogy amikor a választás napja eljön, akkor elég jobboldali kötődésű, pártok által delegált, amihez minden törvényi jog megvan, képviselő vagy szavazatszámláló üljön ezekbe a bizottságokban. Ezt az egy megoldást látom rá, illetve a másik megoldás az pedig a sajtó, a nyilvánosság, hogy erről beszélnünk kell, le kell leplezni, mert nyilvánvalóan a törvényesség és a jogállamiság csak akkor működik, hogyha azt betartják vagy betartatják. És hát szerintem fontos, hogy erről beszéljünk, és erre rámutassunk, és amikor az ellenzék arról beszél, hogy el akarja csalni a kormány ezt az egész választást, akkor bizony tükröt tartsunk nekik. Ezzel kapcsolatban, vagy ehhez fűződően, mert minthogy az ellenzék előszeretettel keni másra, a másik a kormány oldalra a saját sarát, egy illusztráció az a történet. Hát ugye egyre másra dőlnek ki a csontvázak itt az ellenzéki szekrényben. Még el sem ült a Városháza botrány, már itt van az zuglói parkolási ügy. Aztán nemrég jelent meg egy hír, hogy következetesen eltitkolja céges érdekeltségét az ellenzék székesfehérvári közös képviselőjelöltje, Márton Roland. A hírek szerint ő egyben, ami a történet pikantériáját adja, az MSZP országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsának elnöke. Azért hozom ide ezt az ügyet, mert ha ez igaz, akkor talán kicsit érthetőbbé válik, hogy miért vetítik ki a saját bűneiket a másik oldalra az ellenzéki politikusok. Igen, én azt hiszem, hogy az a kampány mondani való, az a cél, amit az ellenzék mondjuk még a tavaly nyáron önmaga elé tűzött, hogy egyrésztről egy Orbán ellenes, egy kormány ellenes kampányt fognak vinni, másrésztről pedig a korrupciót központi kampány témává teszik, az álságos és sikertelen próbálkozás volt. Már csak azért is, mert az elmúlt időszakban pontosan legtöbb esetben olyan önkormányzatokat láttunk vélt vagy tetten ért korrupciós ügyekben, amelyeket ellenzéki vezetők irányítottak. Tehát nem lehet kampány témává tenni azt, a korrupciót nem lehet kampányát tenni, amikor ők a leginkább érintettek ebben. Egyéb iránt fontos azt is elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a korrupciónál, a tettenért vagy vélelmezett korrupciónál, megalapozott gyanúnál csak egy pusztító van egy közösségre nézve, ez pedig a következmény nélküliség. Vagy ugyanezeknek korrupcióknak a következmény nélkülisége. És amikor arról beszélünk, hogy a baloldali önkormányzatok tele vannak korrupciós ügyekkel a nagyvárosokban, főleg Budapesten, ugye ennek azért országos híre is volt, de hát látjuk a vidéki városokat is, a nagyvárosokat is, ahol hasonló vélt, valós vagy tetten ért korrupciós esetek vannak, akkor bizony ezeknek nincs következményük. És szerintem ez az igazi kérdés, hogy egy ilyen esetnél, vagy hasonló eseteknél látunk-e következményt? A választópolgár látja-e azt, hogy a politikai közösség erre reagál? És valóban igaz az, hogy az MSZP mindig is következmény nélkül is párt volt, de maga az egész ellenzéki összefogásban látjuk ezt a következmény nélküliséget. És hát Karácsony Gergely és a Városháza, főváros ennek a legjelesebb, vagy leginkább ismert példája, ahol máig nem látunk következményeit azoknak az ügyeknek, amelyek több mint gyanúsak.